Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm a Karcag Televízió minden kedves nézőit. Nagykunsági Krónika közéleti magazin műsorunk következik. Kérem, tekintsék meg mai műsorajánlónkat. Kedves nézőink, aktuális kérdések című heti magazin műsoron következik. Mai vendégünk Rideg István nyugalmazott középiskolai tanár, aki Apáczai Csere János díjban részesült. Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk Rideg István, egy régi, kedves gimnáziumi tanárom, akit szeretettel köszöntök stúdiónkban, és tanár úr, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Ez is jó, nagyon szívesen jöttem el. Azért hívtuk ma meg egy stúdióbeszélgetésre, mert a közelmúltban, június elején, egészen pontosan június 7-én Apáczai Csere János díjban részesítették. Balogh Zoltán emberi erőforrások miniszterétől vehette át ezt a díjat. Ehhez szívből gratulálunk, és köszönöm szépen. Én, ahogy visszaemlékszem, tanár úr nagyon megérdemelte ezt a díjat. Beszéljen nekünk egy picit az előzményekről a tekintetben, hogy tudott-e arról, hogy díjat fog kapni, díjban fogják részesíteni, vagy a meglepetés erejével hatott mindez? Hát is, mert hogy sejtettem. Tehát van én nékem egy kárpátaljai barátom, Nagy Zoltán Mihálynak hívják, a Sátán fatja a híres munkája, amiből jövőre film is fog készülni, és ő, amikor Körmendi Lajos összes műveit bemutattuk Berekfürdőn, akkor utána oda jött és azt mondta, aki ennyi mindent csinál, az már egy díjat megérdemel. És akkor először azt gondoltam, hogy őtőlük indul az indítványozás, a javaslat, de azután kiderült, hogy nem, mert ugye március 3-án kaptam a Földművelési Minisztériumtól egy levelet, meg egy ilyen űrlapot, hogy azt töltsem ki, amiben a javaslat megtörtént. Így azután én kérdeztem Nagy Zoltán Mihályt e-mailen, hogy mi a helyzet, és ő azt mondta, hogy hát sajnos nem őtőlük indul el, így ki kellett nyomoznom, hogy honnan. És nagy örömömre innen Karcagról indult el. Történetesen Györfi Sándor barátom indítványozta, és akkor így jutott el. De az ember az ilyesmivel úgy van, hogy ez bizonytalan, mint a kutya vacsorája, úgyhogy vagy lesz belőle valami, vagy nem, úgyhogy nem vertem nagy dobra az egészet. Lett belőle valami. Hogyan zajlott ez a június 7-i díjátadó, tanár úr? Erről meséljen most nekünk. Igen, ez nagyon gyönyörű volt, mert soha nem voltam még a Pesti Vigadóban, és ottan adták át. Díszes körülmények között nagyon sokan voltunk. Az Apáczai Csere János díjat például nem csak én kaptam meg, hanem körülbelül 60-at magammal. Úgyhogy meg aztán Ötvös József díjat is adtak ki, de az csak 10-et, és így tovább, és az egyik kedves tanítványom, közben megmutatom a nézőket, Paksi Lajosné, akinek osztályfőnöke voltam, az is kapott díjat, mégpedig Németh László díjat. És az unokámmal voltam ottan, nagyon kellemes és nagyon kedves nap volt ez a nap. Ki kaphatják, tanár úr, ezt az Apáczai Csere János díjat? Mi volt az indoklásban? Az indoklás az oktatási nevelési munka. Eredményeképpen adják ezt oda, valamint az oktatás hatékony segítésével. Na mostan, hagyd mondjam el, hogy idézőjelbe téve sportnyelven jó csapatban játszom, mert történetesen 27 évvel ezelőtt dr. Fazekas Mihály, kedves Misi bátyám is megkapta ugyanezt a díjat, vagy például kisújszállásról Szabó Lajos kollégám,
és Páldi János, a Varga Katalin gimnáziumnak az igazgatója Szolnokról, de hogy dicsekedjek ezzel is, kedves barátom, Szatmári István nyelvész professzor is megkapta ugyanezt a díjat, sőt, nagy meglepetésemre, amikor utána néztem, megtudtam, hogy az én orosházi gimnáziumi igazgatóm Keller József megkapta 1975-ben, vagy Hán István ókor történész nyelvész professzor az egyetemen tanított engemet, és ugyancsak az egyetemen tanított Tamás Attila, irodalomtörténész, ő is megkapta, tehát nagyon nagy megtiszteltetés és kitüntetés ez a egy általános iskolában, osztatlan általános iskolában kezdtem a tanulmányaimat, majd onnan kerültem kitűnővel a 8. orosházára, de az pedig úgy volt, hogy volt egy nagyon kedves tanítónőm, aki a Sorbonon tanult, meg Párizstól kezdve Oxford, Bécs, mindenfele külföldi egyetemeken végzett, de osztályidegennek számított, és így kidobták tanyára, és ő tanított minket mindenféle. Németre próbált tanítani, akkor Gárdonyi Gézától a Bor című színművet előadatta, velünk óriási siker volt. Na és ez a tanító néném, ez eljött nagyapámékhoz, akik nem akartak engemet, édesanyám nevelt és a nagyapám, nem akartak engemet tovább küldeni. Kemény dió volt nagyapám, mert huszár volt az első világháborúban, és... És bocsánat, mi volt annak az oka, hogy nem akarták tovább engemet? Mert úgy gondolták, hogy van nekünk egy ilyen... 5 kis volt földünk, és mostan ugyan TS van, de hát, ha másképp fordul a világ, és akkor azt a földet ki fogja megművelni. Úgyhogy én úgy szöktem el a középiskolába beiratkozni, a szomszédból mentek a piacra, és előtte a postás ide adta azt a levelet, hogy ekkor és ekkor kell mennem beiratkozni. És akkor fölültem a kocsira, elmentem, beiratkoztam. A probléma majd akkor jelentkezett, amikor ősszel, szeptemberben ugyancsak hozza a postás, hogy mikor kezdődik az iskola, és hát akkor úgy volt, hogy egy 6 kilométerre kellett vonattal járkálnom mindig orosházára, és orosházán pedig eldőlt az én sorsom olyan értelemben, hogy Garai Lajos tanár úr tanított történelemre, aki legendásan szerette a gyerekeket, el is beszélgetett sok mindent órán a fiatalokat érintő érdeklő kérdésekről, de minden évben volt szinte tanítvány az országos ilyen-olyan versenyeken, így aztán negyedikbe felállított bennünket, hogy kinek volt jelese történelmből. Most fölálltunk vagy 6-an, és akkor azt mondta, te leülhetsz, te pedig ezt meg ezt fogod megcsinálni. És akkor megkérdezte, hogy a környékünkön van-e tejhez. Igen, mondom, a Nagyszénási Rózsa termelő szövetkezet, és akkor az nagyon jó, mert oda szoktunk menni kirándulni, ismeri őket, és másnap már hozta a gépert papírt, hogy XY ilyen szakmunkán dolgozik, és kérem a párt és kormány képviselőit, hogy támogassák ebben a munkájában. Így azután én megírtam a termelőszövetkezetnek a történetét, télen kellett megírnom, akkor jártam oda 3-4 kilométerre, a tanyánktól volt ez, és az is érdekesség, hogy a akták, iratok azok nem voltak, hanem a padlásra fellettek hányva. 1956-ban a forradalom idején is mentem fel, ott volt az irattár is, onnan gyűjtögettem össze mindenféle dolgokat. Akkor itt már egy kicsit a kutató munkába is belecsöppentem, igen, és akkor ezzel díjat nyertem, és akkor így kerültem felvétel nélkül a Szegedi Tudomány Egyetemre, és aztán ott úgy volt, hogy nagyapám mindig azt gondolta, hogy na, ott felkerült az egyetemre, most már majd átmehet az orvosi karra, és akkor én majd meggyógyítom a sokféle betegségéből ő, de hát ez álom lett, úgyhogy ez nem sikerült. Ott pedig felkarolt Kovács Sándor Iván és Ilia Mihály, és aztán Szabó Pálból írtam a szakmunkámat, a diplomamunkámat,
Szabó Pálhoz pedig úgy jutottam el, hogy amikor középiskolás voltam, nem tudtam egy verset, a Tűz csiholóját Aditól. És felszólított a tanár, mert látogató jött, hogy ez már biztosan tudja ez a tanítványom, és belesültem, nem tudtam elmondani. Még ma is, ma sem tudom igazán ezt a verset. És akkor büntetésből azt mondta, olvasd el Szabó Pátra az Isten malmait, meg az Új földet, tehát nem a Talpartnyi földet, amelyik a leghíresebb regénye. És akkor ezt el kellett olvasnom, el is olvastam. És mikor jött az érettségi tétel, Szabadságunk születése volt. Ez pontosan nagyon jó volt. Állítom, hogy az országban senki sem írt Szabó Pál Isten malmairól, a felszabadulás körüli történetekről. És aztán így aztán, amikor a Szegeden, az egyetemen elében tárult a nagy kérdés, hogy most miből írjam a szakdolgozaton, Ilia Mihály azt mondta, nagyon egyszerű, szereted a történelmet, szereted az irodalmat, hát legyen a 20. századi történelmi regény problematikája. Így aztán eljutottam Szabó Pálhoz, mert ő a Dózsáról írt, Dózsa név, az nekem mindig szerencsés volt. Ugye a TS-nek a Dózsa, kérem szépen, a Szabó Pál történelmi regénye, a Nagy temető. Így azután megírtam, és akkor elmentem Pali bácsihoz, és Pali bácsit aztán a következő évben, ahogy idejöttem Karcagra, meg is írtam a feleségével, egy nagyon nagy és tényleg szép, emlékezetes bemutató volt, az egész tornaterem tele volt, adtunk neki Miska kancsón ajándékot, karcagi szőttes, Pali bácsi is beszélt. Úgyhogy elénekeltük a kedvenc nótáját, behúzta az utat a hó, egyébként Adinak is ez volt a nótája. Úgyhogy így indultam, és így kerültem ide Karcagra. Tudom, és miért pont Karcag? Hát azért, mert nekem nem volt ilyen előjegyzett helyem, hogy múzeumba kerüljek, vagy az iskolámba, Orosházára visszakerüljek. Hát hova kerüljek? És akkor Törökszent Miklósról volt egy barátom, Fehér Imre, akivel egy kollégiumban laktunk egy szobában, 14-en voltunk ilyen vaságyos szobákban. És akkor azt mondta, hogy én nekem van helyem, mondja, Törökszent Miklós, egy gyerek Karcag, Kossuth Díjas TSZ elnökük van. Aztán régi az iskolájuk, egy híres iskola, biztosan jól fogod magad megérezni itten. És amikor jöttek az első levelek, már itten vagyok Karcagon, Szabó Pali bácsi is csak legjobbakat tudtam mondani erről a tájról, erről a népről, így azután itten gyökereztem. És akkor gyakorlatilag tanár úr végig ugyanabban az iskolában? Igen, én ilyen hűséges típus vagyok, amit megszeretek, ahhoz hűséges vagyok, tehát itt nem ragadtam, itt maradtam, nem is akartam elmenni, pedig utána már lehetett volna Orosházára, múzeumban menni, de az megint más munka. Szóval a gyerekekkel ki lehet alakítani egy bizonyos fajta műhelyt. Tehát én nekem ezt a hobbit, ezt a műhelyt az önképzőköröm biztosította. Ugye, ami nem más volt, mint a Szabó Pál. Szabó Pál irodalmi önképzőköröm. Erről beszél nekünk egy kicsit, hogy hát mikor alapította, igen, vagy alakította. Tehát 1966 Pünkösdjén itt volt a vendégem Szabó Pál kedves felségével, Etuska nénivel, és aztán a diákjaim akarták, hogy a kapcsolatunk az ne szűnjön meg, vagy valamiképpen másképpen is alakuljon Szabó Pállal, és akkor elhatároztuk, hogy csinálunk egy újságot, még egy iskola újságot. Tehát akkor stencilezni kellett, meg megszerveztük, aztán ugye 67-ben jött létre az önképzőköröm, tehát a Szabó Pál irodalmi önképzőköröm 67-től 70-ig tartott először. Megszerveztük, itten volt, aki dokumentumot gyűjtött, volt, aki elemezte a műveket, például Cseke Lajos Fejes Endrétől a Hazudó című művét elemezte Dévai Erzsikével, olyan értelemben, hogy olyan szép, még okos dolgokat mondtak, hogy én később írtam egy tanulmányt, a Magyar Tanításban jelent meg, és Fejes Endre a Hazudó című művével kapcsolatosan a személyiségfejlesztésről volt szó, és otthon idéztem őket, név szerint mindenket, nagyon örültek persze neki. Aztán volt olyan, hogy
elemezni kellett valamit, tehát pályázatra készültek, és akkor így került például Őrsi Julianna, Benjamin László költészetével foglalkozott, akkor Gyurcsek Jolánka pedig Garai Gábornak a költészetével foglalkoztak. Tehát azokat a tapasztalatokat, amik én megtanultam Garai Lajostól, a volt kedves történelem tanáromtól, azt próbáltam érvényesíteni itt ebben az önképzőkörben. Tehát ez tényleg olyan értelemben műhely munka, hogy nem csak a tanár tanított, vagy adott le, deklarált, hanem a gyerekeknek az ötletei is jöttek, és akkor így formálódott ez a közös kis közösségünk. És hát akkor ez 70-ig volt, majd 1993-ban, április 3-án egy beszédet mondtam Biharugrán, mert a kedves tanárom, az említett Kovács Sándor Iván, aki a Kortársnak a főszerkesztője is volt akkor, meg már egyetemi tanár az ELTE-n, megkért arra, hogy Szabó Pali bácsinak a szülőföldem Biharország című kis könyvecskéjét ismertessem ottan a plénumon. Egy ilyen vándorkiállítás volt, elindult ugye Debrecenbe, és Biharugrán fejeződött be. És akkor én ezt a dolgozatot ottan így elmondtam, majd mikor hazajöttem, akkor Körmendi Lajos közölte a Jászkonságba, és akkor gondoltam, hogy hát akkor fel kéne eleveníteni az önképzőkört. És akkor 93-tól 2004-ig volt ez az önképzőkör, mindig új tagokkal, később inkább versmondó versenyeken vettünk részt, Baranyai Anita, Antali Ancsa és másokkal, különböző helyeken, Budapesttől kezdve, Túrkevén és így tovább, és így tovább. Mondjuk például a Baranyai Anita Túrkevén mondta el, Sarkadi Sándor, az öreg diákunk volt, Fábiáné című baladáját, és olyan gyönyörűen, hogy utána a díjkiosztásnál külön díjat kapott, és személyesen adta át a zsűrinek, az elnöke neki a díjat. Nagyon kedves élmények voltak ezek, úgyhogy nekem ki is alakult az a véleményem, hogy lényegében, ha a tanári emberség sikerül a közösségben, tehát előjön, akkor egy társasággal, tehát az én önképzőkörömmel, ahol Cseke Lajos is járt, akár a karcagi református templomot el lehet húzatni, mert kiállnak az ember mellett, és hát akkor szakadásig csinálják, kedvből csinálják lényegében, ami hobbi, az másképpen esik, mint amit kötelezően, szigorúsággal, vagy kényszerből csinál az ember. Tanár úr ugye elmondta azt, hogy gyakorlatilag az egész pályáját a karcagi gimnáziumban töltötte, egy idő után ugye igazgató helyettes lett. Melyik volt a jobb? 95 és 99 között voltam igazgató helyettes. Alapjában az egy picit másabb volt, nem? Hát eléggé másabb, és itt az adminisztrációs jellegű munka. Bár szeretem a precízséget, de ez megviselte az embert azért. Szóval a precízséget arra gondolok, hogy amikor írja az ember a dolgozatot, az elemzést, akkor komoly filológiai munkát is kell elvégezni, azért mert könnyen tévedhet. Sőt, például ugye még ifjú szívemben a lángsugarú nyár, mondja Petőfi, de ezt rosszul is lehet skandálni, akkor, hogyha a mai helyesírással nézi az ember, de a Petőfi korabeli helyesírással kell nézni, és akkor ő még így írta, hogy if you, tehát rövid u, és szívemben. Igen, de az igazgató helyettesség, vagy akár az igazgatóság is eléggé, hogy is mondjam, adminisztratív jellegű munkával terhelt. Én azért mondom azt, hogy ha van egy iskolában egy nagyon jól dolgozó földrajzszakos tanár, itt a karcagi Nagykun református gimnáziumban is van, mondom néki a Major Jancsinak, mikor találkozunk, hogy ne legyél igazgató semmiképpen, mert azokat a dolgokat, a szép, csodaszép dolgokat, ami a tanári munkát élteti és virágoztatja, nem tud utána megvalósítani. Én ezt így látom, lehet, hogy nem igaz.
Tanár úrhoz, a nevéhez több kötet, könyv is fűződik, illetve számtalan kötetben, könyvben olvashatunk ajánló tanár úrtól, vagy előszót ír ezekhez a megjelent kiadványokhoz. Mely könyvére a legbüszkébb? És egyáltalán hogy jött ez az életébe? Ugye azt elmondta, hogy már fiatal korában tanulmányokat írt, történeteket írt. Igen. Hogyan jött ez a dolog? Hát kis szerencsével, vagy némi szerencsével, a csillagok összejátszásával, mert amikor Körmendi Lajos elolvasta a Szabó Pál ról írt eszémet, amik már 5 helyen jelent meg azóta, akkor megjelentette a Jászkonságba. És akkor azt mondta, hogy tudod, hogy Pista, azt mondja, csináljunk olyat, hogy neked van önképzőköröd, nekem itt van az újság. Én adok neked kötetet, adok például Kis Tamásról, vagy Pádár Julianról, aztán például Sarkadi Sándorról, még másokról is, még a Serfőző Simonról is kaptam könyvet tőle, és akkor te elemzed ezt, azt a kötetet, meg bemutatod, a Jászkonságban én megjelentetem, akkor utána a önképzőkörös, de néhány verset megtanítasz, megtanultod, és akkor meghívjuk az írót, vagy a költőt. Úgyhogy Kis Tamás bácsi is itten volt, már máshova sehol nem ment el, de ide eljött kedves feleségével, és csodák csodája, hát 120 valahány ember volt ottan, amikor őt bemutattuk. Föl volt a táblára írva egy idézet tőle, és akkor ilyen legényrózsa motívummal volt körben rajzolva. Akkor ottan a pódiumon, ottan volt ugye Tamás bácsi, egy gyerek átadott neki egy kis lányka versmondó virágot, aztán köszöntöttük, én beszéltem a művészetéről, és akkor utána közben a gyerekek pedig elmondták a megfelelő verset, majd átadtuk a szót Tamás bácsinak, sőt még olyan is lehetett, hogy a közönség valaki szólásra emelkedett, és akkor kérdezett Tamás bácsitól. Tehát ez élővé tettük az irodalmat, nagyon élővé tettük az irodalmat, ez sok mindenkinek nagyon jó volt a költőnek, írónak, jó volt a közönségnek, és legelsősorban azoknak a diákoknak, akik tartást tanultak és mutattak be egy-egy ilyen alkalomkor, amikor ugye megjelent, de Serfőző Simon is, aki most az idén Kossuth díjas lett, és néhány kép most már nagyon is értékes lesz, mert ott van benne. Hát én a Barbarikumnál 25 kötetet szerkesztettem körülbelül. Tehát ez azt jelentette, hogy a helyesírási hibákat, ilyesmi elnézéseket, elütéseket, stb. Azokat ugye próbáltuk kijavítani. Összesen már vagy 50 kötetet szerkesztettem. Ebben benne van aztán olyan, hogy Karcagról 15 szerzőnek a könyvét, benne az enyémet is, meg az unokámnak a két kötetét is. Úgyhogy ezt szerettem csinálni, ez jó volt. Szóval igen, mert rá kell jönni az embernek, hogy ezekben a művekben zene van, és mindennek megvan a maga helye, a ritmusa, és hogyha az nem olyan, akkor például a Kárpáti Jenő bácsinak a könyvén, akkor azt addig kell csiszolgatni, segíteni, hogy minél jobb legyen, hogy a zenéjen, amikor olvassa valaki, vagy pedig előadja valaki. Úgyhogy én ezt nagy kedvel csináltam tényleg. Úgyhogy nagyon sokszor, hát ingyen és bérmentve, mert mondjuk például az én köteteimet, amit csináltam, azt egy kivételével teljesen ingyen a magam részéről. A nyomda, a tördelő kifizetésével örültünk, hogy megúsztuk, és még továbbra is él a Barbarikum könyvműhely, mert az volt a célunk, hogy a Barbarikum könyvműhely, amelyik ugye Körmendi Lajos találmánya, jelentesse meg a Körmendiről szóló monográfiát, és utána a Körmendi összest is, és akkor teljesítette a hivatását. Hát három ilyen vaskos kötet, az is megjelent. 2013, 14 és 15-ben, az enyémben 2012, 13 és 14-ben sorozatban. Tehát ellene a főműen lényegében.
ennél. És ezt még egyszer már talán nem is vállalnám, mert annyira bele kell mélyedni. Tehát hallatlan módon bele kell mélyedni az anyagba, és példátlan akarat kell hozzá, hogy ezt megcsinálj. Egyébként úgy gondolom, hogy minden munkánál az a lényeg, hogy ambíciója legyen az illetőnek. Ha nincsen ambíció, akkor az a munka sikerülhet akkor is, de nem biztos, hogy ő maga is meg van vele elégedve. Tehát ha ambícióval csinálja az ember a dolgot, sok hiba előfordulhat akkor is, például a könyvnél, mert ugye nem látja jól a betűt az ember, meg a szeme becsapja, hogy ami rossz, azt is jónak olvassa, és így tovább, és így tovább. De hát így dolgozva, ez élteti az embert. És tanár úr, hogy dolgozik? Kézzel ír, vagy géppel? Tehát amikor az alapgondolatok megszületnek, azt papírra jegyzem fel, de nem teljes szöveget, és akkor utána rámegyek a számítógépre, és akkor ottan javítgatom, meg csúsztatom jobbra-balra, és aztán úgy kialakul végtére is a megfelelő forma, és akkor még álmodozik rajta az ember egy kicsit, mert még éjjel is jutnak jó dolgok eszében. Eszembe jut az is, hogy Arany János a debreceni kollégiumban, amikor felébredt álmából, a falra fölírt a zsöveget, és amikor felébredt, onnan írta be a jót. Tehát nem csak én nálam volt ilyesmi, hanem sok ilyen nagy klasszikus költőknél, íróknál is. Igen, tehát így csinálom. És amikor ugye azt tudjuk, hogy tanár úr elment nyugdíjba, ilyenkor azt gondolná az ember, hogy aki elmegy nyugdíjba, lelassít, tevékenykedik otthon, tudjuk, hogy tanár úr kertet művel. Igen. Ugye azt mondta, hogy amikor ír, akkor abba teljesen bele kell mélyedni. Igen. Akkor tudja ezeket a tevékenységeket együtt végezni, vagy mondjuk olyankor a kertet elhanyagolja, és egész nap csak munkában nem. Van. Föl lehet ezt osztani? Nem kell külön választani. Tehát ez a kettő együtt működik. Hihetetlenül jó az, hogy a szellemi munka és a fizikai munka összekapcsolódik. Tehát amikor én a kertbe 200 méterre hurcoltam a vizet a vödrökbe, hogy locsoljam a növényeket, hogy életben maradjanak, akkor olyan jó gondolatai jöttek az embernek ottan. Madárdal, meleg, emberek, tisztaság, már ugye a levegő tisztasága. Jó gondolatok születnek az embernek. Na most akkor néha úgy kidolgoztam magam, hogy alig tudtam felszállni a biciklire, hazamegyek, megfürdök, megevédek, megissza az ember egy korsó sört, és akkor nekiültem a körmendi munkájához. 10 évig csináltam nap, mint nap. Tehát a szellemi munka és a fizikai munka nagyon jó összejött. Az egyik a testet fárasztotta, a másik a szellemet fárasztotta ki, és így történtek ezek a szülemények. A kertben is nagy öröm az, mikor látja az ember, már mekkorát nőtt tegnap óta, már ez is kikelt, már mostan hogyan fejlődik ez. És öröm nézni az alakuló, fejlődő életet a természetben is. Én úgy gondolom, úgyhogy mostan a kertben is szeretek oda járni, mert a mostani helyen, a Rózsa Ferenc kertbarátok körében vagyok mostan. A földem men is van egy kút, meg az út mellett is van egy kút. Tehát feléig az én kútamból vihetem a vizet, a másik felé még onnan is. És így aztán már most az ég is besegített, mert majd leszakadni annyi eső esett. Úgyhogy szépek, gyönyörűek voltak eddig, meg vagyok elégedve. Pedig körülbelül egy olyan 100 négyzetméternyi taraszkost is fel kellett ásnom a szívafák alatt, de hát megcsináltam. Ott még az volt az érdekes, hogy egy barátom oda megkeresett mindig, egy ilyen seregély. Amikor rások jött oda, szedte össze a gilisztát, és körülbelül 5 percig volt oda, és akkor már jött újból, és akkor már várta ottan, hogy ottan ugye kapja a gilisztát. Addig leültem 5 percig pihenni, míg aztán jött a kis madárka. De érdekességek vannak, csak meg kell találni az ember. Szellemi munkaterén dolgozik-e most valamin, vagy van-e valami ötletterv?
Most alapjában véve, most pihenek momentán, tűnik a legutolsó Jászkunság folyóiratban Őrsi Gyuri, annak kedves tanítványom, szerkeszti, rekordmennyiségi 8 cikket, tanulmányt jelentettem meg történetesen Veres Péterről, a három nemzedékről is, a szellemi honvédelem kapcsán írtam, télen olvastam el, és utána úgy gondoltam, hogy hát bizony a népi irodalom van, ugye 15 népi irod rögtön fel lehetne sorolni, hogyha szükséges lenne. Hatalmas munkát csinált a szociográfiával annak idején, és erről mostan nem beszélünk, pedig hát ugye a nemzeti értéktárban ottan kellene lenni, és többet kellene, lehetne beszélni őrünk is, mert egyrészt a szegénységet is bemutatták, de azt a hallatlan életerőt, ami benne van a magyar népben, azt is bemutatták. Tehát valamikor így adódik egy feladat, és ottan írtam például Papi Lajos kisújszállási fotoművészről, ott is megnyitottam egyik gyönyörű kiállítását, és még a karcagi írókról is, tehát Bihari Györgynek Apáink hagyatéka című könyvéről, egy ilyen előszót, a nagykumságfigyelő Kovács Jánosról, Mesterszállásról, vagy Fejes Laci barátomról, mentőtiszt volt annak idején, három könyvét szerkesztettem, úgyhogy ezekkel is így el vagyok. Most történetesen témám nincs, illetve lenne, de nem merek mostan nekifogni. Van körülbelül 50 cikkem, tanulmányom, amit össze lehetne szerkeszteni egy kötetbe, de egyelőre pihenek, ez nem töprengek. Történetesen benne lenne a néhány előszó a művekből, vagy Veres Péter védelmében lévő dolog, stb. De most inkább pihenek. Pihen, tanár úr, aztán majd jön a kicsit rosszabb idő, és akkor majd jön az iklet. Nem tudni. Tudni, nagy álmaim, vágyaim már mostan nincsenek, még fiatal korban szokott ez lenni. Én úgy gondolom, hogy tudom a helyemet, megtaláltam a helyemet, és ezzel lényegében elégedett vagyok. Vagy például a díjjal kapcsolatosan. A munka az mindig meghozza a maga gyümölcsét, általában véve, bármilyen munka. De hogyha azt a munkát észreveszik azok, akikről szól ez a munka, vagy akikért szól ez a munka, a jelen esetemben ugye a kunság, a nagy kunság, akkor az külön öröm és külön jó eső érzés. Ezt pedig nem lehet mindig megcsinálni, hogy überelni. Én még egyszer egy ilyen nagy munkába nem tudnék belefogni, mint amit Körvendi Lajossal, ugye, művészetével, munkásságával csináltam. Soha nem mondjuk, hogy soha. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Nagyon örülök, hogy beszélgettünk, és még egyszer gratulálunk a díjhoz. Én is nagyon szépen. Jó pihenést, köszönöm. És maguknak is nagyon jó munkát, és szép munkát kívánok az elkövetkezendő időben. Köszönjük. Kedves nézőink, most az elmúlt napok fontosabb városi eseményeit összefoglaló karcagi híreink következnek, tartsanak velünk. Köszöntöm nézőinket! Hosszú évek után ismét Karcunkba látogatott az Ötvös Cirkusz. Ötvös Lórend igazgatóval beszélgettünk. Épp az előbb beszéltük, hogy hány éve is voltak, hiszen még Gabi bácsival beszéltünk utoljára. Hány éve volt ez az utolsó fellépésük városunkban? Konkrétan nem tudom én sem már, de 15 éve körülbelül azóta nem volt itt az Ötvös Cirkusz. Ugye a Gabi bácsi már 14 éve meghalt, és hát azóta sajnos nem tudtunk ide látogatni, de most végre eljött az idő, hogy az Ötvös Cirkusz újra Karcagra látogatott, és itt a Bővásárlóközpont mellett várjuk a közönséget csütörtöktől vasárnapig az előadásainkra. Nagyon komoly felvonulást, tehát egy nagyon komoly produkciót hoztunk ide. Az időutazó, az a címe az előadásnak. Ebben beletartozik az is, hogy ilyen különböző korokban repítjük el a közönséget, a különböző korok cirkuszait elevenítjük fel, az ókori Egyiptomtól kezdve egészen a jövő artistáig, amikor repülőcsészajjal érkeznek be az erőemelő akrobaták. Sok állat lesz látható,
tevék lesznek, lovak lesznek, lesznek egzotikus állatok, és hát természetesen a műsorunk sztárjai, a három elefánt, akik dübörögnek a porondra, és egyenként 4,5 tonna súlyukkal kápráztatják el a közönséget, és hát nagyon sok más meglepetés is tartogatunk a közönségnek. Abszolút egy nagyon színvonalas műsorról van szó, mindenkinek tudom ajánlani. Esetleg egy kis kuriózumot el tudunk árulni, hiszen a családból hányan fognak most föllépni? A család ugye nagyon nagy, több mint 300 személyes egy családról beszélünk, és sajnos csak egy töredéke tud most itt lenni, mert mindenki máshol lép fel, dolgozik a világ különböző szegleteiben. Itt most jelenleg egy olyan 6-an, 8-an vagyunk a családból, de nagyon sok külföldi artista művész is fellép a porondon, és hát különböző látványos elemekkel tarkított produkciót mutatunk be. Az időjárás azért nem volt éppen most kegyes önökhöz, hiszen kifogták ezt a hatalmas nagy esőt hétfőn, de mindenkit megnyugtathatunk, hogy kész lesz a sátor időben. Pontosan, természetesen kész lesz. Az eső egy kicsit visszatartotta a megszokott ritmust, de ma már kezdjük a munkálatokat, és holnapra az teljesen kész is lesz. Tehát csütörtökre ez már állni fog a sátor, és minden kész lesz. Biztos vannak önök, akik szeretnék csak az állatokat megnézni, tehát lesz esetleg itt kint ilyen állatsimogató, vagy csak aki azt szeretné megnézni, arra is lesz a lehetőség. Lesz lehetőség, az állatok egész nap kint szoktak lenni, tehát kívülről lehet őket jól látni. Bemenni az állatok közé sajnos nem lehet, csak az előadás keretén belül, tehát van rá lehetőség, hogy az állatokat simogassák, ez a műsor keretén belül lehetséges, és van egy olyan különleges opció is, hogy a szünetben, tehát az előadás szünetében lehetőség van arra az embereknek, hogy fényképet készítessenek az elefánttal, tehát fel lehet ülni az elefánt hátára, és úgy készül egy fénykép. Ez természetesen fizetős, de viszont egy örök emlék. Hát akkor reméljük, hogy sokan fognak ezzel is élni, és hát jó időt kívánunk önöknek, és sok-sok karcagit kívánunk, hogy látogasson el az önök előadására, és reméljük, hogy nem 15 évet kell újból várni. Így van, köszönöm szépen, és remélem, nagyon sokan fognak jönni, mindenkit szeretettel várunk. Köszöntöm nézőinket, hamarosan kezdődik a 25. Nagykunsági Kulturális Napok megnyitója. Kovács Szilvia, a polgármester asszonnyal beszélgettünk. Negyed század még kimondani is nagyon soknak tűnik. Rengeteg minden történt ez idő alatt. Így van, pontosan azért a negyed század egy meghatározó szám, és én úgy gondolom, hogy erről a negyed századra Karcag nagyon büszke lehet, hiszen ez azt jelenti, hogy 25 évről éve, minden évben, évről évre megrendezésre került a Nagykunsági Kulturális Napok, aminek keretén belül rengeteg, de tényleg rengeteg kulturális műsor, úgymond gyöngyszem látott napvilágot, és ezekben gyönyörködhettek, ezekkel gazdagodhattak a karcagiak. És hát azért most is egy gyönyörű kiállítás közepén állunk, ami hamarosan megnyílik, de minden évben vannak olyan rendezvények, ami máshol nincsenek, tehát például az Arató felvonulás, ami nagyon látványos, és mindenki várja, és sok-sok olyan kisebb program, ahol lehetőséget adunk a helyi művészeknek is a fellépésre, ami azt gondolom, hogy példaértékű. Így van, Karcag nagyon gazdag a kultúrájában, hiszen én nem hiszem, hogy lenne még egy olyan települése az országnak, ahol ennyi kiállító megnyitó, ennyi tárlat, ennyi gazdag kulturális program, és ez a legyen a kultúra minden területe, várja a lakosokat és a környező településről érkezett vendégeket. Én úgy gondolom, hogy aki ezekkel a lehetőségekkel él, az jól tud ebben a városban szórakozni, és gazdag kulturális szellemi életet tud élni, és én bízom abban, hogy ez az elkövetkező években ugyanígy lesz, és talán még gyarapodik is, ha ezt lehet tovább egyáltalán fokozni. Hát reméljük, hogy majd még lehet, hiszen azért mindig vannak olyan dolgok, amelyek újítások. Viszont beszéljünk egy picit még egy másik önhöz kapcsolódó dologról, hiszen a megnyitó mellett még holnap is egy fontos dolog van, hiszen újból játszik a zenekar. Így van, bár az zenekarnak egy szűkített változata játszik, és legnagyobb sajnálatomra én ebben most nem tudok közreműködni, hiszen egy konferencia elszólított vidékre, de lélekben természetesen a zenekaros társaimmal vagyok együtt, és én büszkén mondhatom, hogy már ez is egy hagyomány, hogy a szimfonikus zenekar vagy teljes egészében, vagy csak egy kis szűkített változatban, de szerepel a Nagykunsági Kulturális Napokon. Külön öröm volt számunkra,
hogy tavaly a Városháza dísztermében adhattunk koncertet. Bár még nagyobb öröm lett volna, hogyha felavathatjuk a díszudvarunkat, de ez az időjárás megakadályozta. De én úgy gondolom, hogy a karcagiaknak ez is emlékezetes esemény volt, hiszen azóta is számon kérik rajtunk, várják a következő ilyen jellegű koncertet, és én bízom abban, hogy rövidesen tényleg lehetőségünk lesz az udvarban együtt zenélni, a teljes zenekarral együtt. Augusztus 20-a azonban külön ünnep a városban, hiszen ilyenkor díjakat is átadnak. Így van, számos díjátadására kerül sor, természetesen nem fogom elárulni, hogy kik kapnak díjat, bár gondolom, hogy sejtik és tudják már, de a város többi lakójának legyen ez tényleg meglepetés, és én úgy gondolom, hogy mindannyian büszkék lehetünk a díjazottjainkra. Ezen kívül fontos tudni, hogy megyei díjakat is nagyon sok karcagi vehetett, tehát én úgy gondolom, hogy Karcag mindig is olyan szinten áll, mind szakmai, mind kulturális, mind sport és az élet bármely területén, hogy méltán kiállhat, méltán büszke lehet az eredményeire, és ezt a díjakban mi méltán látjuk viszont. Reméljük, hogy sokan eljönnek a nagykunsági napok rendezvénye, és reméljük azt is, hogy az időjárás is kegyes lesz. Én bízom abban, látva a programot, nagyon gazdag a program, és aki ezeken részt vesz, én úgy gondolom, hogy nagyon szép napokat fog megélni a városunkban. Köszönjük szépen! Én is köszönöm szépen! Tisztelt polgármester úr, jegyző úr, képviselőasszony, igazgató úr, tisztelt ünneplő közösség, kedves karcagiak! Karcagváros önkormányzata nevében nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket a 25. nagykunsági kulturális napok megnyitóján. Megtiszteltetés és öröm számomra, hogy ismét én nyithatom meg ezt a rendezvényt, hiszen a 20-at szintén én nyitottam meg 5 évvel ezelőtt. Akkori beszédemben, a köszöntőmben egy átfogó képet és visszaemlékezést, visszatekintést adtam arról, mi is történt az elmúlt 20 év alatt. Ezt most nem teszem meg, hiszen akkor nagyon sokáig itt ülhetnénk, olyan gazdag programokban volt ez idő alatt részünk. Elmondhatjuk tehát, hogy Karcagváros életében, és azt hiszem minden ember életében a kultúra nem mellőzhető terület. Szükség van rá, éltető erő, hiszen egy-egy településnek ez adja a lüktetését. Átsző mindent, mint egy pók, és ennek a póknak a hálója tényleg minden területre odaér, és nagyon sűrű, gazdag. Hordozza mindazt az értéket, hagyományt, szórakozási lehetőséget, és még hosszan sorolhatnám, hogy mi mindent, amit eleink és a jelen emberei képviselnek, fontosnak tartanak, és végezetül megállapíthatjuk, hogy a kultúra számunkra kincs. Kincs mindenki számára, de nem a szó szabványos, szokványos értelmében. Hiszen egy átlagos kincset, legyen az bármilyen aranyezüst és bármilyen érték, valljuk be őszintén elzárva, dobozkában, ládikában, bankban, lakat alatt tartjuk. A kultúra nekünk azonban másként kincs. Másként keletkezik, hiszen sok-sok év munkája, sok generáció és sok érték kell hozzá, hogy létrejöjjön. Nem kapható a boltban, mint egy átlagos dolog, vagy akár egy kincs. Ezt a kincset másként kell kezeljük, és másképp is kezeljük. Nem zárjuk el sublót fiókba, ládikába, lakat alá. Ellenkezőleg ezt mindenki közkincsévé téve hirdetjük, átadjuk, és ezzel tovább gazdagítjuk azt, és természetesen gazdagítjuk saját magunkat is, városunk életét. A kultúra nem kifizetődő üzletág, nem termel csengő forintot, konkrét profitot és hasznot, máshogy adja, máshogy nyújtja számunkra az értéket. Ezt nekünk meg kell látnunk, és nem azt kell keresnünk, megéri-e, kifizetődő-e egy-egy együttest fenntartani, egy-egy produkciót megfinanszírozni, hanem mást kell tekintenünk. Büszke vagyok arra, hogy Karcag nem ilyen település. Ő azt nézi, hogy mit lehet megőrizni, mit lehet megtartani, és gazdag a kultúrájában.
Számos együttes él, működik az élet különböző területein, és ha belegondolunk, a generációk sokasságát öleli föl, hiszen az óvodásoktól a szépkorúakig mindenki részt vesz aktívan és hallgatólag is nézőközönséget generálva a kulturális megmozdulásainkon, rendezvényeinken. Én úgy gondolom, hogy ez a város olyan gazdag a kultúrájában, hogy szinte nincs olyan hét, hogy ne legyen valamilyen rendezvényünk, kiállításunk, koncertünk, zenekarunk, és nem csak komoly, hanem a könnyű zene terén is, ami nagyon fontos, hiszen a fiatalokat célozza meg. Nem sorolom föl, milyen területeken vannak együtteseink, hiszen akkor az elkövetkező percekre talán nem is jutna időnk. Én bízom abban, hogy a fiatal generáció belenőve ebbe a gazdag kulturális életbe tovább viszi mindazt, amit eleink és mi letettünk a kultúra terén, és tovább gazdagítja azt. Én bízom abban is, hogy akár 50 év múlva is lesz nagykunsági kulturális napok. És én azt szeretném, ha ez tényleg így is lenne. Megnézve a meghívót, mindenki láthatja, milyen gazdag program vár mindenkit. Én azt kívánom, hogy mindenki találja meg számára a legmegfelelőbbet, és érezze jól magát ez alatt a pár nap alatt, és ne legyen hozzánk hűtlen az év különböző kulturális rendezvényein sem. Látogasson el hozzánk, tekintse meg, hiszen nagyon nagy lelkesedéssel, odafigyeléssel és nagy törődéssel készülnek erre kollégáink. Szeretném megköszönni a rendezőknek a munkájukat, hiszen nélkülük nem lehetnénk most itt, és nem élhetnénk meg az elkövetkező napok szép élményeit. Köszönöm nekik a munkájukat, és gratulálok hozzá. Önöknek pedig az elkövetkező napokhoz nagyon jó szórakozást és gazdag élményeket kívánok. Ezen gondolatok jegyében a 25. nagykunsági kulturális napokat megnyitom, kívánva mindenkinek nagyon jó szórakozást. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Köszöntöm nézőinket augusztus 20-a ünnep alkalmában. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter úr mondott köszöntőt. Vele beszélgettünk arról, hogy mit is jelent a ma emberének a Szent Istváni kor, és mit üzenne a karcagiaknak, hogy mi az, amit vegyenek figyelembe Szent István életéből és tanításából. Hát mindenképpen erőt lehet meríteni a Szent Istváni hagyatékból. Nem csak abból az államigazatásból, államalapításból, amit ő végrehajtott, hanem az emberi kvalitásaiból is. Nyugodtan mondhatom, hogy egy rendkívül zavaros időszaknak volt ő egy kiemelkedő személyisége, amikor a nagyfejedelemségből kellett államot formálni. Ehhez szükség volt bátorságra, szükség volt elhivatottságra, szükség volt arra, hogy időnként nehéz döntéseket hozzon, például saját rokonaival kellett szembe mennie, Koppánnyal, Gyulafejedelemmel, Ajtonnyal, annak érdekében, hogy a Kárpát-medencében egy egységes magyarságot hozzon létre. És mindemellett arra is törekedett, hogy Magyarország, a Magyar Királyság akkori megítélését javítsa, a nővéreit úgy tudta kiházasítani, hogy Bizánccal, Velencével, az akkori nagyhatalmakkal, a Német-Római Birodalommal Magyarország jó viszonyban volt, relatíve békés időszak volt az ő uralkodása. Hát ebből szerintem a mai ember számára az következik, hogy ha Szent István létrehozott egy olyan művet, amely több mint 1000 esztendőt kiélt, akkor mi is tegyünk hozzá magunk apró munkáját, ki mondjuk a munkahelyén, tanítóként, orvosként, ápolónőként, ki mondjuk nyugdíjasként azzal, hogy segíti a gyerekeit, unokáit. Mindenkinek megvan ebben a feladata, ez egy 10 milliós vállalkozás, sőt, ha Kárpát-medencei méretekben gondolkodok, 15 milliós vállalkozás. Nekünk ma az a dolgunk, hogy a 21. században a magyarságot nemzetként tovább tudjuk örökíteni. Köszönjük szépen! Én is köszönöm szépen! Kovács Sándor, a megyei közgyűlés elnökét kérdezem arról, hogy Szent István gondolatai mennyire aktuálisak ma? Mindenképpen, hiszen Szent István
István király egy nagy művet alkotott, és aminek részese is vagyunk. Egy maradandó művet, ez a magyar nemzet, Magyarország, és én azt gondolom, hogy aktuálisabb nem is lehetne, mint most. Bár talán azt gondolom, hogy az 1000 éves történelem alatt mindig aktuális volt Szent István királynak, az államalkatónak a műve, hiszen jól ismerte fel reálpolitikusként, hogy kapcsolódik el nyugathoz, de önállónak kell maradni, és erősnek kell maradni. Én azt gondolom, ez mindenképpen üzenet. És én azt gondolom, hogy Magyarország ennek az 1000 éves út, tehát ugyan megtette, de az útnak az elején vagyunk, úgyhogy sokkal több van előttünk, mint amennyi mögöttünk, és hogyha igyekszünk és méltóak akarunk lenni a Szent István örökséghez, akkor ugyanígy kell folytatni, reálpolitikusnak kell lenni, úgy kell vigyázni az országra, hogy megmaradjon független és erős. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen én is! Köszöntöm nézőket, Dobos László polgármester úrral beszélgetünk a 25 nagykunsági kulturális napok lassan a végéhez ér. Hogyan értékeli polgármester úr a rendezvényt? 25. alkalommal került megrendezésre a nagykunsági kulturális napok rendezvénysorozata, és próbáltunk olyan programot összeállítani, ami méltó is ehhez a jubileumhoz. Én úgy gondolom, hogy nagyon szép rendezvények voltak, egészen sokan látogatták, és hát remélem, hogy a hátralévő programokon úgy szintén lesz érdeklődés bőséggel. Hát azért még a jó közepénél tartunk, mondjuk a háromnegyed részénél, hiszen rövidesen ide érkezik az arató felvonulás, és hát a mai napon is még nagyon sok minden történik, és a holnapi napon is. Karcag ismét megmutatta, hogy tehetséges művészei vannak, hiszen kiállítások is nyíltak, és sok olyan program volt, amire nagyon sok érdeklődő eljött. A kitüntetettekről is beszéljünk egy picit, hiszen sokan kaptak elismerést. Nagyon büszkék vagyunk rájuk, hiszen nem csak karcagi kitüntetéseket kaptak, városi elismeréseket, hanem megyei elismeréseket is többen. És ez is valóban mutatja azt, hogy itt egy nagyon tehetséges, szorgalmas, dolgos nép él és munkálkodik. A tehetség az nem beleszületett tulajdonság, azt ki is kell érdemelni szorgalommal, és azok, akik megkapták a különböző díjakat, pedagógiai, sportdíj, művészeti díj, közrendvédelmi díj és egyéb más elismeréseket, azok még kiemelkednek a többiek közül, és ezért nagy-nagy köszönet jár nekik a munkájukért, és természetesen a hozzátartozóknak is, mert egy háttér mindenképpen kell ahhoz, hogy jobbnál is jobb munkát végezzen valaki. A 25. nagykunsági napoknak is rengeteg szervezője volt, tehát azt hiszem, hogy itt is sokan dolgoztak azért, hogy minden jól sikerüljön. Az időjárás is kegyes volt eddig hozzánk. Valóban. Sok munka van minden egyes ilyen nagy rendezvényben. A Déri Művelődési Központ igazgatója és munkatársai vették kézbe ezt az óriási feladatot, és hát eddig tökéletesen helytálltak. Minden szépen, gördülékenyen zajlott, és ellentétben a tavaly ilyenkor időjáráshoz a természet is kegyes volt hozzánk. Reméljük, hogy így lesz jövőre is. Köszönjük szépen! Én köszönöm a lehetőséget, és a nap hátralévő részéhez és a holnapi napi programokhoz még mindenkinek, önöknek is jó szózát hívnak. Szepesi Tibor igazgatóval beszélgettünk, miközben a színpadon megy a műsor, és hamarosan érkeznek az arató felvonulás tagjai is. Azt hiszem, hogy az időjárás az ideális a mai napra. Igen, a tavalyi év után egy kicsit féltünk, hogy az idei nehogy hasonlóképpen alakuljon, hiszen tavaly szerintem az év legnagyobb esője érkezett hozzánk augusztus 20-án, most azért sokkal kegyesebb volt az időjárás, és azt nem mondom, hogy tökéletes, mert néha talán nagyon meleg is van, de ideális ahhoz, hogy megrendezésre kerüljön valamennyi olyan program, amelyet elterveztünk. Az arató felvonulásra nagyon sokan készülnek, hiszen én is, hogy jöttem végig a városon autóval, láttam, hogy mindenhol a megállópontokon, ahol műsor szokott lenni, már gyülekeztek, és nagyon sokan várják a műsort. Igen, ezt megfigyeltük az előző években,
az időjárás bármilyen körülményeket és varázsoljon, mindig várják az arató felvonulást. Idén is nagyon sokan, én is végigmentem a felvonulás útvonalán, és már percekkel, órákkal előtte várták a felvonulást, amely elindult, szerencsére, ha mondhatom azt, abban az időben, ahogy terveztük, ugyanazon az útvonalon, ahogy terveztük, jóval nagyobb létszámban, mint ahogy gondoltuk. Akkor ez meglepetés lesz mindenkinek, hiszen nem soká ide fog érni a menet a színpadhoz. Itt a színpadon éppen gyerekműsor megy, de azért lesz ma még más program is. Természetesen az arató felvonulást is köszönteni fogjuk a gyermekműsor után itt a színpadnál, utána pedig egy kicsit a fiataloknak, azoknak a korosztályoknak, akik a musical és popzenét kedvelik, majd a tűzijáték természetesen minden korosztálynak, utána pedig elsősorban a fiatalokra gondolva a Kelemen kabátban együttes fog énekelni, de azt azért mindenképp hozzá kell tenni, hogy az ő zenéjük a folyamatos rádió sugárzásnak követhetően azért nagyon-nagyon sok korosztályt, talán még az idősebbeket is megérinti. Reméljük, hogy akkor sokan fognak velük együtt énekelni. Még azért holnap is tartanak újsági kulturális napok, hiszen lesznek rendezvények, de hogyan értékeli az elmúlt napok rendezvényeit? Igen, holnap elsősorban a könnyű, ilyen kisebb programok, tehát az asztali tenisz, a kosárlabda, illetve a horgász verseny, tehát az ilyen szabadidős programoké a főszerep. Én úgy gondolom, hogy talán egy picit tovább is nyúlik a kulturális napok, hiszen a két kiállítás mindenképpen megtekinthető még a következő hetekben, napokban. Ha értékelni kell, én úgy értékelem, hogy méltó a jubileumhoz, a 25. nagykunsági kulturális napokhoz, az a programválaszték, az a sokszínűség, amely ebben az évben megmutatkozott. Reméljük, hogy akkor holnap is még sokan fognak nagy halat, és megnyerik a versenyt, és akkor találkozunk jövőre a 26. nagykunsági kulturális napokon. Bízunk benne, hogy ugyanilyen időjárási körülmények között, és legalább ekkora érdeklődéssel. Köszönöm szépen! Tisztelt hölgyeim és uraim, szeretettel köszöntök mindenkit az augusztus 20-ai ünnepségsorozat egyik legfontosabb pillanata előtt, a tűzi játék előtt. Én gratulálok ahhoz, hogy Karcag városa nagyon színvonalas rendezvényekkel ünnepelte augusztus 20-át, Szent István király ünnepét, és nagyon örülök annak, hogy ilyen jelentős az érdeklődés a karcagiak, a környező településeken lakók, a mi nagykunk közösségünk lelkesen vesz részt ezeken a programokon. Az is fontos, hogy augusztus 20-a a kenyér ünnepe, az új kenyér ünnepe, és jól tudjuk, hogy a himnuszban benne van az, hogy értünk Kunság mezén, ért kalász lengettél, Tokaj szőlőveszein nektárt csepegtettél. Tehát a kunsági búza, a kunsági kenyér a tokai borral azonos minőségű volt akkor is, és most is. Én ezen gondolatok jegyébe kívánok mindenkinek további kellemes estés, jó szórakozást. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam. Kérem, hogy fogadja tőlünk szeretettel, az ünnepre való tekintettel a megszentelt, megáldott kenyeret, illetve a bort. Köszönöm szépen, kívánom, hogy minden kunsági család, minden magyar család asztalára kerüljön sok finom kenyér, részesüljünk a Jóistennek ebben az áldásában. Köszönöm szépen! Dr. Fazekas Sándor főnösi miniszter úrral beszélünk az új kenyér ünnepén. Beszéljünk egy picit arról, hogy mit is jelent önnek a Szent Istváni ünnepségsorozat. Hát nekem pontosan más jelent, mint épp ez a zenei háttér, hiszen ilyenkor a ünnepség része a koncert, a tűzi játék, nagyon fontos társasági rendezvények ezek is, de nekem a Szent Mise az, amely meghatározó ilyenkor, hiszen Szent István király ünnepén az államalapítót, a Szentet ünnepeljük, aki keresztény hitet érítette a magyarságot, és olyan kereteket adott, állami kereteket, amelyek között ma is tudunk élni és dolgozni. Miközben elkezdődött a koncert, de beszéljünk egy kicsit arról, hogy jeles ünnepség volt a Szent Mártonban, hiszen a magyarok kenyerét ott adták át, itt ott sütötték meg. A magyar gazdatársadalom összefogott azért, hogy segítse a határon túli szegény sorsú gyermekeket, otthonban élőket, és én büszke vagyok arra, hogy Jászlóskun-Szolnok megyéből jött össze a legtöbb adomány, közel 500 gazdától. Ennek volt az átadásom a Kunszentmátonban. Ez is egy új ünnep, és egyúttal egy összekötő kapocs is, amely a magyar világ legtávolabbi sarkaiba is elér.
És azért az önválasztó körzetében kumandalosan egy Guinness rekordot is sütöttek, ez is az ünnephez kapcsolódik. Ahol kenyér van, ott van péksütemés és perec is. A kunsági perec egyébként, jól tudjuk, legalább annyira elismert itt helyben, mint a Birka pörkölt vagy a Ferdinánd. És Kumbadaroson most egy rekordkísérletet hajtottak végre eredményesen. Az ország legnagyobb perece készült, 84 kiló, hogyha pontosan idézem az adatokat, és aztán el is fogyasztották ott helyben. Én gratulálok ehhez a rekordhoz, ez Magyarország legnagyobb perece. Tehát itt együtt néztük Dobos László polgármesterről és a tűzi játékot, azt gondolom, hogy ez szebb volt, mint a tavalyi. Nagyon szép és jó hangulatot is idézetről, most pedig folytatódik a program, hiszen a koncertre hamarosan sor kerül. Látszik az, hogy több ezen vannak a Kossuth téren, úgyhogy én bízom benne, hogy kellemes emlék lesz a mostani 20. jó hangulatba fog lezajlani. Köszönjük szépen! Köszönöm, köszönöm! Tehát este érkezett a bejelentés 9 órakor, miszerint villám csapott egy kunhegyesi családi ház tetejébe. Karcagi abátszalóki és kunhegyesi tűzoltók vonultak ki a helyszínre, mire kiértek a ház tetőszerkezete teljes terjedelmében lángolt. Szerencsére nem sérült meg senki, a lakó nem tartózkodott bent, viszont a tűzoltók egy gázpalackot is kihoztak az épületből, félő volt, hogy az felrobban. Teljesen leégett az épület, átmenetileg lakhatatlanná vált, így a lakók ideglenes menedéket találtak rokonoknál, de természetesen az anyagi kárt tette. Csapott be a kéménybe, és ugye hát itt kivágta a kormoló nyílást, mind a kettő ablakot, akkor itt nem volt gáz, itt nem szoktuk használni, onnan kivágta a dugót, oda repült egész a hűtő tetejéről a falhoz, meg a tűzmi is kicsúszott. Emid a csövet is kijebb mondta, de már most én ezt visszaállítottam. Csak ugye hát az oltáskor meg a víz nagy kártett, már minden le van a mennyezet. Mert ugye fel van hullámosra felállított az egész, azt ki kell cserélni. Itt is már én felállítottam, meg majd takarófóliázunk. Itt is olyan, hogy végig, de ott meg megrepett a fal is a másik szobába. Itt már lefóliáztunk. Amit úgy lehetett, hát ázott oda menni. Ott van megrepedve a fal, így a sarka. Kívülről is látszik egy pó. Ez egy terepedés, meg itt így el. Kedves nézőink, dr. Szilágyi Gyöngyi közjegyző asszony nyugdíjba vonul. Ebből az alkalomból készítettünk vele egy interjút, amelyet most következő Háttér című magazin műsorunkban vetítünk önöknek. Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk dr. Szilágyi Gyöngyi, Karcagváros közjegyzője. Szeretettel köszöntöm Gyöngyike nénit stúdiónkban. Örülök, hogy elfogadta meghívásunkat, azért hívtuk meg egy stúdió interjúra, mert nyugdíjba vonul. Köszönöm a meghívást, és én is köszöntöm a kedves nézőinket, Karcagváros lakosságát és a hozzám tartozó körzete tartozó ügyfeleimet. Mit jelent az, hogy ugye úgy konferáltam föl Gyöngyikenint, hogy Karcagváros közjegyzője? Ez nem teljesen így van, hiszen itt van a székhely, mi is tartozik az ön körzetébe, mely települések? A közjegyzői székhelyek bírósági székhelyenként vannak kialakítva, és ide a karcagi székhelyi közjegyzői irodába tartozik Karcagváros, Kisújszállásváros, Kenderes város, és Beregfürdő. Ez a terület, ahol a közjegyző tevékenykedik. Itt ugye egy közjegyző álláshely van. Ezt igen. Mi indokolja? Ez lakosság létszámtól függően igazságügyminiszter állapítja meg. Beszéljünk akkor arról egy picit, ugye Gyöngyike néni elmegy nyugdíjba, mikor várható ez? Hát most már csak napok kérdése. Augusztus végével itt az irodát bezárom, és megszüntetem ezt a tevékenységet. Az újonnan kinevezett közjegyző dr. Csenkei Orsolya, aki a tevékenysége szeptember 1-től a Táncsicskör úton fogja folytatni, a pontos házszámot nem tudom. Tehát az óvodával szemben, igen, azt hiszem, igen, ott lesz az új közjegyző iroda, ott várják majd a kedves ügyfeleket.
Beszélgessünk Gyöngyike néni pályafutásáról, mit lehet tudnunk, hol végezte az iskoláit, egészen általános iskoláskortól vagyunk kíváncsiak erre, hiszen egy közjegyzővel mindig csak a hivatalos ügyek intézése során találkozhatunk. Hát ez hosszú idő. Hát mezőtúron végeztem általában a középiskoláimat. Aztán a család Szolnokra költözött, én akkor kerültem Budapestre a 5-ös Loránd Egyetem jogi karára, ahol is ugye azt elvégeztem. Diploma után Szolnokra helyezkedtem el a társadalombiztosítási igazgatóságon. Hát ez nehéz dolog volt, mert ezt aztán tényleg nem tudom ki az, aki ezt meg tudja tanulni, ezt a társadalombiztosítást, akkor is borzasztó volt, most meg még bonyolultabb, de egy pár évig ott dolgoztam, aztán gyermekem született, Ferenc most 40 éves, és utána költöztem a családdal együtt Kisújszállásra. Én kisújszállási lakos vagyok tulajdonképpen, és azóta Kisújszálláson is élek a mai napig. Ott kezdtem dolgozni, hát akkor még tanácsnak hívták, városi tanács, ahol VB-titkár voltam. Ez a VB-titkárság, ez a mai jegyzőnek megfelelő státusz tulajdonképpen, más jogosítványokkal, de ez volt. Amikor is megkerestek, hogy nem jönnék át közjegyzőnek a karcagi bíróságra, akkor mi a közjegyzők a bíróságon dolgoztak, állami státuszban, a bírókkal azonos státuszban. Hát én meg úgy gondoltam, hogy egy kicsit váltok, és akkor ide átjöttem. Ez körülbelül 2 évig tartott, amikor volt a nagy váltás, és megszűnt az állami közjegyzőség. A közjegyzők tulajdonképpen hát magánvállalkozók lettek, de nem olyan magánvállalkozó, mint bárki más, hogy egy asztalos, hogy fogom magam, és akkor én elindulok a pályámon, hanem nagyon szigorú jogszabályok keretei között kell dolgozni. A közjegyzőket az igazságügyminiszter nevezi ki. Ez úgy történik, hogy, na ezt majd később elmondom, el is hosszadalmasabb, tehát akkor engem, miután itt dolgoztam már közjegyzőként, állami közjegyzőként, így megpályáztam, és akkor kineveztek ide közjegyzőnek. Innentől kezdve, hogy a magán személyként, adózásban, egyebekben, mindenben olyan státuszban van az ember. Mondom, annyi különbsége, hogy szigorú jogszabályi keretek között van meghatározva a munkánk, és a díjszabásunktól kezdve a tevékenységünk minden mozdulatát komoly jogszabályok szabályozzák, amitől mi nem térhetünk el, mert hogy akkor oda van a közjegyző vetett bizalom, hogy ami itt történik, az hivatalos, az rendben van, azzal gond nincsen. Hát nyilván a közjegyző is hibázik, néha elírunk valamit, nem úgy sikerül valami, de jogszabályt áthágni, másképp megoldani bármit is nem lehet, nem szabad. Tehát ugye volt több váltás Gyöngyike néni életében, de akkor úgy tűnik, hogy ez lett a fix, igen, pont a fix hivatás vagy foglalkozás? Is. Hivatás is, foglalkozás is, mert végül is az ember szereti csinálni, érdekes. Sok emberrel találkozunk. Általában gondjaik a problémáikkal, mert meg kell oldani, jönnek ide, valamilyen igazolásról van szó, vagy pedig valamilyen okiratot kell kezdeni, tehát többféle tevékenység. Milyen feladatai vannak egy közjegyzőnek, illetve milyen témakörökkel foglalkoznak? Hát, gondolom széles a alapvető spektrum. Igen. Alapvető tevékenység, ami korábban szinte majdnem csak ugyanez volt, a hagyatékügyek intézése. Tehát a hozzátartozó körzetben elhunyt a személyek vagyonával kapcsolatos tevékenység. Ugye valaki meghal, valami vagyona van, ha csak egy nyugdíj is, amit már nem vett fel a szegény örökhagyó, azt el kell rendezni, valakinek azt folytatni kell, meg kell örökölni. Na, ez a fő tevékenység, ezzel foglalkozunk. Hát ilyen ügy általában olyan 500-800, attól függ, hogy a körzetben hányan halnak meg tulajdonképpen, csúnya dolog, de ez sajnos ez van. Hát ez elég nagy kihívás, mert az embereknek a nagy százaléka sajnos, amikor örökségről van szó, ott már nincs jó testvér, nagyon tisztelet a nagyon-nagyon kevés kivételnek, ott már csak arról van szó, hogy mi maradt éppenséggel a kedves mama vagy a kedves papa után is. Nekünk itt emberi indulatokat is kezelni kell valahogy. Ezt akartam kérdezni, hogy előfordulnak most persze teljesen név nélkül általánosságban csúnya jelenetek egy közjegyzőnél? Elő bizony, úgyhogy nekünk rendbe kell tenni egy kicsikét, ezt is egy kicsikét helyre rázni az embereket, hogy azért mi a szabály. Ezt megtanítják tehető egyébként önöknek, vagy az évek során azért nem, ez a rutina tapasztalat? Ez ember kell, aki ezt tudja kezelni.
aki ezt tudja kezelni. Hát volt, hogy ki kellett küldeni a kedves ügyfeleket, vagy nálunk még ilyen krimi nem volt, de volt ilyen kollega, ahol a rendőr kellett hívni más településen, mert összeverekedtek. Szóval itt azért ilyen krimik nem voltak még, de komoly viták vannak. Éveken keresztül, 20 éven keresztül nem néz például valamelyik gyermek a kedves szülőre vagy a nagyszülőre, és akkor előáll, hogy neki is ő, ugye, jár, akkor a másik között, hogy én voltam, amit én intéztem mindent, nekem több jár. Na akkor ezen aztán összevitatkoznak, ebben ugye a jogszabályt mi elmondjuk, hogy milyen alapon kinek mi jár, aztán jobb belátásra vagy bírjuk, vagy nem bírjuk azt a személyt, aki. Oké, szóval elég bonyolult. Aztán vannak nagyon szép dolgok is, amikor elsírja, mert magát, mikor elolvas egy szép végrendeletet, amiben egy szeretettel megírták, meg jó gyerekek vannak, megöröklik, tehát ilyen is van, meg a hagyatéki ügyek. Aztán vannak olyan ügyek, amihez mindenképpen közjegyzői hitelesítés szükséges, mert csak akkor fogadják el például egy eredeti okiratot, az ember nem ad ki a kezéből egy diplomát, vagy olyan fontos dolgot, amire mindenképpen szükség van. Akkor az a szabály, hogy arról hiteles másolatot közjegyzők, magyarul be kell hozni az eredeti példányt bármiről, amiről szeretnének, és akkor lemásoljuk, és ráírjuk, hogy a mai napon bemutatta ezt és az okiratot, és én ezt láttam. Ez is, ugye, ez is olyan dolog, hogy jönnek, hogy hú, nekem csak a másolat van meg. Sajnos nem tudom hitelesíteni, mert ez is van, sokan megharagszanak értem, mert hogy mit. Azért, mert nem lehet. Mert az nem az eredeti. Hát igen. Aztán aláírás, például igazolni kell, hogy banknál egyebekkel mi az ő aláírása, pályázatokhoz például most elég sok van. Akkor ide jönnek, és az meg úgy szól, hogy előtte megjelent XY, bemutatta a személyazonosságát, amit egyébként a központi nyilvántartásból le kell, hogy kérdezzünk, hogy érvényes-e, valóban ő az, fényképestől megjelenik nekünk, hogy tényleg ő az, és aláírja előttem azt az okmányt, amit idehozott, és ebből itt marad még egy aláírás minta, amire bármikor szükség van. Ezelőtt, hát elég 8 évvel ezelőtt kértek egy ilyet a rendőrségen valahol, hogy tényleg ő volt-e, nem nagyon szokás, de ennek itt kell maradnia, hogy bármikor igazolni kell egy aláírás, hogy valóban ő volt-e, itt ő írta rá. Ez a hiteles dolog, hogy akárhol mutogatja, az az igaz, amit itt nálunk hagyott aláírás, mint a okiratkészítés. Hát ennek aztán millió fajtája van, mindenféle. Amit jogi jelentőséggel bíró tény szeretne valaki igazolni, okiratot fogadatni, akkor nyilatkozni kell. Például most nagy divat, gyerekek mennek kollégiumba, főiskolán. Szülőknek nyilatkozni kell, hogy ő tartja el, nem ő tartja el, mennyi a jövedelme. Aztán hát olyan szülőknek, például a nagymama el akarja vinni külföldre, nem uniós országba, a kiskorút. De valahol uniósba is kérik még. Nyilatkozni kell a szülőknek, hogy valóban hozzájárulnak ahhoz, hogy külföldre vigyék. Vagy egyik szülő akarja vinni, a másiknak hozzá kell járulnia. Aztán készítünk végrendeletet. De mindenki jön, hogy én azt megírtam otthon, tessék már megnézni. Nem nézegettem senkit, amit otthon írt. Ha ő megírta, vállalja, érte azt, hogy felelősséget. Elmondom, mi a szabálya a végrendeletnek, ha maga igen, írja. Igen, mert ugye annak vannak szabályai. Így van, nagyon szigorú. Tehát nem elég az, hogyha csak leírja valaki, hogy mit szeretne. Meg vagy hogyan írja le, mi legyen benne, elmondom, hogy ha úgy néz ki, akkor biztosan jó, de én nem olvasom el. Menjen el közjegyzőhöz, ott biztos, hogy akkor megfelelő lesz és jó lesz. Sőt, még van egy országos közjegyzői kamarának egy központi végrendeleti nyilvántartása, ahová az a végrendelet bekerül. Amikor megjön a hagyatéki ügy, meghalsz irányi gyöngyi. Ide kerül, ugye a önkormányzatnál fölveszik a hagyatéki leltát, az ingatlanokat fölértékelik, aztán kerül ide hozzánk a hagyatéki ügy. Na most, amikor megjön, hogy Szilágyi Gyöngyének a hagyatéka, akkor bele kell mennünk a központi nyilvántartásba, és le kell kérdezni, hogy közjegyzőnél tette végrendeletet. Ha itt tette, az megvan, ha nincs, akkor meg vagy hozzák, vagy nincs meg, arról már nem. Tehát ezért mondjuk, hogy azt szoktam mindig mondani, hogy én nem tudok ruhát varni, nem vagy varrok magamnak, hanem megyek a varrónőhöz, és akkor biztos, hogy jobb lesz, mint hogyha én eszkábálnám össze, úgyhogy ez ilyenkor. Aztán szerződéseket kötünk. Adásvételi szerződés, öröklési szerződés, csereszerződés, ingatlanokkal kapcsolatos dolgok. Banki hitelekhez szerződéseket kötünk. Akkor ugye jön a bank képviselője, itt van az ügyfél, és akkor itt megírjuk. Hú, hát annyi. De van mi? Ja, most meg akkor igen. Hitelbiztosítási nyilvántartás. Ingatlanokat ugye a földhivatal tartja nyilván. De ha valaki gépkocsit vásárol, traktort ad el, vagy bármilyen más alvásszámmal rendelkező járművet ad vesz, vagy ha egy kombinált szekrényre van szó, tehát ami nem ingatlan, arra jelzálogot kötnek. És ez a jelzálogot bejegyzik nálunk egy központi nyilvántartásba, ezt is mi intézzük, ide jönnek, megkötjük, beleírjuk, elküldjük. Rengeteg az elektronika most már
emiatt nem is bánom, hogy nyugdíjban megyek, mert nekem ez már sok a szememnek, a agyamra. Ugye most azt tetszett mondani, hogy az elektronika. Most hirtelen arra gondoltam, hogy ugye az elmúlt évek során több jogszabályi változáson, módosításról lehetett hallani, akármilyen ügy kezelése kapcsán. Kell-e képeznie magukat az idők során, a munka során a közjegyzőknek? Sőt, kötelező. A jó papi Soltik tanul. Sőt, alapvetően ugye mindenki maga javára nézegeti és tanulmányozza, de kötelező is minden közjegyzőnek évente. Én most nem tudom, hogy 300 vagy 180, nem tudom, hogy hány pontot kell szereznie. Oktatásokat szerveznek nekünk a saját kamaránk is, vagy máshová is lehet. Tehát mindig jogszabályváltozásra, oktatásra meghirdetik, azon részt kell venni. És ha valaki nem lesz észre, akkor be kell pótolni. Tehát mindenképpen nem csak magunk javára, hanem ez kötelező a közjegyzői karnak a rendszeres továbbképzés, ami nagyon jó ismert. Mert mikor valami újdonság van, akkor mindenképpen ezt, aki nem tudta eddig, de hát mindenki csak tudja. Azon kívül van egy levelező rendszerünk, közjegyzői kamarán belüli levelező rendszer, egymásnak tudunk kérdéseket föltenni, javaslatokat küldeni, dolgokat megbeszélni, meg hát személyes találkozásaink is vannak, amikor kamarai ülések vannak. Ezt a kamarát én most elmondanám akkor, mert sokan nem tudják, hogy ez közjegyzésig hogyan működik. Amikor létrehozták ezt az állami, nem állami közjegyzéseket, akkor megalakult, mint ahogy van az orvosoknak, van az ügyvédeknek kamarája, egy szakmai irányító szervezet, közjegyzői kamara alakult, ez egy országos közjegyzői kamara. Ezen belül területi kamarák vannak, 5 területi kamara van. A miskolci, Miskolc székhelyen a szegedi területi kamara, a pécsi, a győri és a budapesti külön. A mi kamaránkhoz, a szegedihez tartozik Szolnok, Bács-Kiskun, Békés, meg Csongrád megye. És ezen az itt dolgozó közjegyző tartanak ebbe a kamarába. Na most minden évben 2-3-szor van kamarai ülésünk, van egy elnökségünk, ahová demokratikus alapon választódnak az elnökség dolgok, ebben van közjegyző, közjegyző helyettesek, azt is majd elmondom, hogy ez az emberek kicsodák. És ebből az elnökségből kerül az országos elnökségbe az a pár ember, akit a jogszabály elég, hogy kinek kell ott lennie. Ez részben szakmai, részben pedig hát technikai, egyéb és fegyelmi felelősségi fórum is. Közjegyzően valamilyen panasz merül fel, sajnos az utóbbi időben a bankos hitelek miatt egyre több indokolatlan, van nyilván indokot is, de ezek miatt indokolatlan panasz megy a kamarához, azt a kamara kivizsgálja, és megállapítja, hogy közjegyző felelős, nem felelős, egyebek, tehát ez így működik. Közjegyzőség pedig úgy, közjegyzővé úgy válhat valaki, hogy ugye meg volt induláskor, hogy hány közjegyzői hely van, de az ügyek szaporodtával ez kevés lett, mert meg a közjegyzők száma is kevesebb lett, mert ugye sokkal több az ügy, ezért az igazságminisztérium bővítette néhány alkalommal a közjegyző körét létszámát, főleg megyeszékhelyen. Tehát közjegyző több kinevezve, én itt egyedül maradtam, mert volt még hozzám tartozott még Kunhegyes, meg Kenderes, azt leadtam a fületi közjegyző kollégának, és így ez a terület maradt egy székhelyjel, közjegyzői székhelyjel. Ha megerősödik egy közjegyzői székhely, nyugdíjba megy, eltávozik a karból, meghal, stb., akkor az a módja, hogy pályázat ír ki a területi kamara erre a közjegyzői helyre. Megvannak a feltételei, a jogi végzettség, büntetlenül, a szakvizsga, hány éves gyakorlat, tehát különböző szabályok írják elő, és ezt meg lehet pályázni. Aki ilyen végzettsége, ez a feltétel van, az benyújtja a pályázatát. Akkor van egy meghallgatás, egy szakmai meghallgatás. A területi kamara, igazságminisztérium részvételével egy kollega, meg nem is tudom ki, ha még ezen a meghallgatáson, szakmai kérdésekre kell válaszolni. Ennek alapján rangsorolja a területi kamara, hogy ki az, akit ő arra a székhelyre közjegyzőnek javasol. Az első három helyezettet, így mondom, javasolja a kamara az igazságügyi miniszternek, akinek nem muszáj ehhez ragaszkodnia, hanem az első három közül, akit ő egyébként jónak lát ebből a leírásból kikicsoda, azt nevezik ki a székhelyre közjegyzőnek. Tehát nem úgy van, hogy most elmegy nyugdíjba, aztán jön a gyerekem ide közjegyzőnek, hanem bizony elég komoly pályáztatás van, és komoly szakmai követelmény ahhoz, hogy valakit kinevezzenek közjegyzővé, tehát így lehet ide kerülni, vagy oda kerülni egy székhelyre. Ugye azt mondta Gyöngyike néni, hogy nagyon-nagyon sok
ügyiratszám van, nagyon széles spektrumon. Most érdekességként kigyűjtött nekünk néhány ügyiratszámot, hogy az elmúlt évek során hozzá. Hány ügyiratot is kezeltek? Hagyaték iratokból érdekes módon, hogy 2010 előtt volt, hogy többen haltam meg, vagy nem tudom mitől függött, de akkor olyan 900 ezer körül volt az éves. Most akkor 2009-től gyorsan itt a kolléganő megnézte, ilyen 600-700 körüli hagyatéki ügy van. Ugye ehhez aztán még hozzájön, benne van még ez, hogy pótkeretében valaki meghalt ezelőtt 6 évvel, és most derül ki, hogy van neki még valami vagyontárgya, akkor arra ugye benyújtják, azt megint ugyanúgy le kell folytatni, mint amikor az első eljárás folyt. Okiratokból pedig, havonta olyan, ez is nagyon változó, attól függ, hogy cégeknek írnak egy pályázatot. Ki banki hittel, van-e valami kedvezmény a banknál valahol, mert akkor jönnek többen. Olyan havonta 30-40 körüli az okirat. Az, amikor 22 van, amikor 42 van, amikor 18. Ez teljesen változó. Az aláhitelesítés, meg az okirat másolat, azt nem is írtam ki, mert az teljesen változó. Mikor, kinek, mire van szüksége. Mint ahogy ott a NAV-nál van egy dömping, van, hogy nálunk is jönnek, mert mindenkinek aláírás kereszt. Amikor egy nap 5-6-an is jönnek, amikor egy hétig nem jön senki. Hivatás, foglalkozás, Gyöngyike néni úgy beszél róla, hogy csillog közben a szeme, pedig ez egy elég, hogy is mondjam, ez egy eléggé olyan szakterület, ami hát gyakorlatilag ugye már az iskolákban is magolni, ez száraz anyag, úgy szokták mondani. Mi lett volna Gyöngyike néni, hogyha nem ezt a pályát választja? Mi az, ami még érdekelte esetleg középiskolás korában? Én elmondom először is ezt, hogy száraz anyag. Mindenki azt mondja, hogy ez a jog, ez olyan száraz anyag, nem igaz. Hát mindenki emberekkel foglalkozik, mindenki, aki jogász. Ha az ügyvéd, a bíró, mindenki. De hát azt nem mondhatjuk, hogy száraz anyag. Hát azt, amit meg kell tanulni, mindenhol meg kell tanulni. Ha könyvelet tanulok, azt is meg kell tanulni, mert azt is meg kell. Bárhová tanulok, bárminek tanulok, azt is meg kell tanulni. Ha orvosnak tanulok, azt is meg kell tanulni. Hát én azt alapvetően szívesen tanultam volna én ezt az orvoslást. És ilyen egészségügyben dolgozott, egy műtősnő volt, és ugye gyerekkoromban is ugye kórházban bóklászoltam, és úgy tetszett nekem, meg én nagyon szerettem a biológiát, kémiát, nagyon jó tanáraim voltak a középiskolában ezzel kapcsolatban. És akkor, mikor arról volt szó, hogy válaszunk pályát, akkor még egyszerű volt ez a pályaválasztás, nem kellett helyre beadni, meg mit tudom. Akkor kitaláltam valamilyen oknál fogva, hogy az orvosi egyetemre matematikából is van felvételi. Hát innentől kezdve én be se adtam, mert nekem a matematika az a mai napig olyan, hogy és már el tudok számolni 10-ig. Nem szerettem, nem értettem egy szinten felül, úgyhogy akkor kitalálták az én tanárom, hogy menjek pedagógusnak. Hát az is érdekes, de különösebben nem éreztem ehhez vonzódást. Bár szerettem, mert amikor még Kisújszaláson dolgoztam a tanácsnál, akkor a közgazdasági szakközépiskola Móri Zsigmonddal van, nem tudom, van-e még, akkor volt közgazdasági tagozat, és ott jogi ismereteket kellett 2 évig tanulni, és tanítani jártam, vagy 6-7 évig. Nagyon élveztem. És tanítványom közül a bíróságon dolgozik 2, a tanácsnál dolgozik 1, kis kollégát lettek aztán. Tetszett nekem nagyon, de hivatásnak nem tudtam volna választani. És akkor jelentkeztem a jogi egyetemre. Fölvettek. És bevált. Elvégeztem. Gyöngyike néni ugye elmondta, hogy napok múlva elmegy nyugdíjba. Mi a következő évek terve, hogyan fog telni a megérdemelt nyugdíjas élet? Hát igen, mindenki ezt kérdezi, hogy mit fogok csinálni. Hát biztos, hogy egyébként úgy gondolom, hogy nagyon sok mindent fogok csinálni, mint aki már akikkel beszéltem, és elmegy nyugdíjba hosszú idő után, hogy annyi tervem van otthon is mindent rendbe rakni. Hát Balatonon van egy szőlőnk, ott gyakrabban tudom majd ott tartózkodni, tavasztól őszig hosszabb ideig, meg unokázni, ugye, mert az a egyik nagymamák azért vannak kitalálva, mondta az én fiam, hogy az unokák vigyázzanak, mert azonnal mindent megadjanak. Két gyönyörű unokám van, ők Szegeden laknak, egy 14 éves Hemmesém és 6 éves Levente a ördögfióka, és a páromnak van egy 15 éves nagylány, úgyhogy a két nagylány jó barátnő, és így a három unoka nálunk nyaral. Most csak egy hétig, aztán majd legközelebb hosszabb ideig itt fognak nyaralni. Meg hát valami tevékenységet ki kéne találni, hogy valamit még csináljak, azon kívül otthon most rendet rakok meg egyebek, de ez még idő kell, hogy most ne nyugodjak, aztán majd kitaláljam, hogy valamit, amiért majd most menni kell, meg kell csinálni. Biztos, hogy nem olyan, hogy most otthon vagyok egész nap.
aztán majd meglátom. Nagyon érdekes dolog az, hogy gyakorlatilag ugye a tévé és a közjegyzőiroda az hosszú-hosszú évek óta egymás mellett működött. Most eltetszett azt mondani, ugye, hogy az új közjegyzői iroda az a Táncsics körülti óvodával szemben fog működni. Itt mi fog történni ezzel a BHG soron lévő közjegyzőirodával? Ezt nem tudom, ezt a bérbeadótól kell majd megkérdezni. Ez tényleg érdekes dolog, hogy azzal kezdődött, amikor a Városudvarban volt az első irodám, hogy akkor a televíziós társaság képviselője egy hitelesítésért jelent meg nálam, és akkor ott kezdtük együtt a tevékenységet a Karcagi TV-vel. Hát én most befejezem, gondolom a tévé az megmarad, itt marad, azóta is nagyon jó viszonyban vagyunk itt a televíziósokkal. És akkor elmondanám még azt, hogy nem csak egyedül megyek el most ebből az irodából, hanem olyan munkatársakkal, akikkel éveken keresztül együtt dolgoztunk, Nagyné Katika, Kitlingeri Cuka, Nagyné Bézi Erzsébet is elmennek bizony nyugdíjba, és fiatalok maradnak, akik dolgoznak majd együtt az új közjegyzővel. Úgyhogy az, így a társaság mindenki haza vagy nagymamázni. Köszönöm szépen, hogy eltetszett hozzánk jönni, és akkor ezek szerint gyakorlatilag az egész kollektívának hosszú boldog nyugdíjas éveket kívánunk az unokák nyüzsgésével együtt. Jó, köszönöm szépen, hogy itt köszönöm. Van. Kedves nézőink, már megköszönöm a figyelmüket. Kedves nézőink, már a megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Maradjanak velünk, mert egy rövid reklám után folytatódik a Karcag Televízió adása, és ne feledjék, hogy hívhatnak bennünket, vagy írhatnak nekünk a megszokott, ismert csatornákon. A jövő heti viszontlátásra mindenkinek!